Magyarország, az én kedves szép hazám. Oda felcsak, gyönge szívem igazán. Magyarország, az én kedves szép hazám. Oda felcsak, gyönge szívem igazán. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok emlékéve alkalmából Köllei György pap cserkészvezető tiszteletére kiállítást rendeztek Leányfalun. Az 1004-es számú Szent Anna cserkészcsapat, valamint a Faluház és Ravasz László könyvtár által rendezett tárlat megnyitójára, mintegy 60 fő jelenlétében a Szorgvillában került sor. Kezdtek és körülnéztek, azok észrevehették, hogy itt nagyon furcsa ez a kiállítás. Három téma kapcsolódik össze, ami első pillanatban nem biztos, hogy összekapcsolhatónak tűnik. Egyrészt beszél ez a kiállítás a gulágról és a gulágra elhurcolt magyar állampolgárokról, ami a gulág emlékév kapcsán érthető. Beszél ugyanakkor a cserkészetről is, a cserkészet születéséről, nemzetközi kibontakozásáról, magyarországi eseményeiről, sikereiről, az illegalitásba kényszerített cserkészet életéről, illetve beszél a külföldön, a szabad világban tevékenykedő magyar cserkészek munkájáról. És van egy harmadik eleme ennek a kiállításnak, és ez az elem kapcsolja össze ezt a három elemet, és ez egy személynek, Köllei Györgynek, Köllei György atyának, Gyurka bácsinak a személye. Keresztül tudja ő ezt összekötni, és úgy tudja ezt összekötni, hogy ő maga is cserkész volt, cserkészként élte a gyerekkorát, majd pedig cserkészvezető lett, és a cserkészet megszűnése idején már országosan ismert vezető volt, és a szövetség egyik felelős vezetője volt többek között. Emellett pap lett, és lelkipásztorként karizmatikus vezető volt, nagyon jól meg tudta szólítani a fiatalokat. Éppen ezért a kiépülő kommunista hatalom szemében ő egy szálka lett, és azok közé tartozott, akit gyorsan el kellett távolítani, akit ki kellett vonni a forgalomból. Dr. Grineusz András régész történelem tanár tárlatnyitó beszédében utalt rá, hogy a kiállítás teljes anyaga a kor követelményeinek megfelelően digitálisan is elérhető, így válik teljes és helytől függetlenül elérhetővé a kiállítás. A Szorgvillában bemutatott anyag a Leányfalui Faluházba kerül át, ezt követően vándor kiállításként több helyütt, többek között Dunabogdányban tekinthető majd meg. A megnyitón a Leányfalui cserkészcsapat közreműködésével magyar népdalok csendültek fel, és a tárlat közönsége megemlékezésként Köllei György, Gyurka atya kedvelt dalát közösen énekelte el. Köllei György Budapesten született 1919. szeptember 29-én. Középiskoláit az Esztergomi Ferences Gimnáziumban és a Szent István Ferences Kereskedelmi Iskolában végezte. Teológiai tanulmányait Szegeden folytatta, ahol tábori lelkészi képesítést szerzett. 1929-ben avatták cserkészé. 1940-ben lépett be a székesfehérvári szemináriumba. 1941. augusztus 20-án Horthy Miklós Magyarország kormányzója vitézé avatta. A nyilas uralom alatt 1944-ben papnövendékként üldözött gyerekeket bújtatott. A háború után nagy lelkesedéssel kapcsolódott be a cserkész mozgalom újraszervezésébe. 1945. májusától 1946. júliusáig a szervezet feloszlatásáig kis cserkészek országos kapitánya volt. Teológus hallgatóként 1946-ban sok társával együtt letartóztatták, és az Andrássy út 60-ba hurcolták azzal a váddal, hogy tudott egy szovjet tiszt elleni merényletről. Egy szovjet hadbíróság 8 év börtönre ítélte, raboskodott Lvovban is, de a legtöbb időt, mintegy 5 évet Karéliában a gulágon töltötte. 1953. novemberében tért haza, majd Szegeden befejezte teológiai tanulmányait, 1956. június 21-én szentelték pappá. Ezután Dunabogdányban kapott hitoktatói állást, ahol a fiataloknak titokban táborokat szervezett. 1961. januárjában újra letartóztatták, majd a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvételért 3 év börtönre ítélték. A vád szerint bűne az volt, hogy 1954-ben illegális szervezkedést hajtott végre, fiatalokat nevelt fasiszta cserkész szellemben a népi demokrácia ellen. 1963. áprilisában amnestiával szabadult, és ismét Dunabogdányba került, ahol egy ideig házi őrizetben tartották.
1967-ben külföldre emigrált. Svájcban, majd az NSZK-ban élt. 1970-ben a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kérésére átvette az Európai Magyar Cserkész Régió vezetését. 1971 és 89 között a külföldi Magyar Cserkész Szövetség európai kerületének parancsnokaként több új csapatot szervezett. 1989 és 93 között a szövetség tiszteletbeli elnöke volt. Az 1989-es rendszerváltás után Münchenből végleg hazaköltözött Magyarországra, 2005-ben bekövetkezett haláláig Leányfalun, a régi családi birtokuk helyén épült Manrézában élt.